Sziasztok, Blackonom vagyok, és itt a Heroes 2 negyedik része. Az előző részből befejeztem Archibaldnak a kampányát, azzal, hogy a jó testvérét, Rolandot láncra vertem, és ő lett az igazi király. Hát ugye ez a rossz ending, de most itt az ideje a jó endingnek is, hogy bekövetkezzem. Nézzük, hogy milyen lesz Rolandnak a kampánya. Original. Tudjuk. Choose your lord. My faithful vassal, I greet your pledge of loyalty with gratitude and relief. As you know, my wicked brother Archibald has seized my father's castle and usurped the throne. Only the lords nearest the castle have been quick to swear allegiance to him, but I fear even distant lords may take the oath in the absence of a viable alternative. I am determined to provide that alternative, even if it means making war on vassals formerly loyal to my father. Therefore, it is with a heavy heart that I must order you to compel the loyalty of the barons nearest my summer palace by force of arms. Since we cannot afford to fail, I have provided you with a sum of gold sufficient to the task. I have also provided you with a magical amulet to help coordinate our war efforts. Wear it always, and we will be in constant communication. Mégis csak köszönöm, hogy hogyan beszélnek egymással. Aztán kiderült, hogy ugye Archibaldnál is ott volt az a nyaklánc, hogy Rolandnál is itt ez a nyaklánc, és azzal kommunikálnak. De Roland jó fej azt mondta, hogy nem szívesen használ erőszakot, de hát nincsen más választás. Bizonyítani kell, hogy tényleg ő a egyetlen és utolsó örökös. Úgyhogy Archibaldot most kell tartani. Mennyivel másabb itt a zene. Kicsit olyan hangulatosabb. Rolland azt az utasítást adta, hogy a közelben lévő lordokat kell megsemmisítenem, hogy bekezdjek a testvér árulásába. Egymás ellen harcolnak. Tehát ugyanaz van, mint az Archibaldnál. Na. Most csak mit válaszunk? Thunder Mace, Gauntlets, vagy 2000 arany. Hát nem tudom mit tud, de nézzük meg mondjuk a Thunder Mace-t. Azt mondja, három kastély van északon. Roland az igazi király. Thunder Mace az plusz egy támadást ad. Gauntlets meg plusz egy defenzet. És ez egy wizard városnak felel meg. Tehát nézzük meg, mit tudnak a wizardok. Korakstone. Azt mondja, Pen. Ebből tudok disznókat csinálni. Blow the horn, bang the drum, the pig is coming to town! Ebből meg hobbitokat. Gonoszak, gyalfák, hamisak! Golemeket. Vos golem az alap. Ebből rockokat. The rock has come back! Ebből meg varázslókat. Hú, ez aztán jó sok nyersanyag kell. Ebben meg titánokat. És ennek van fejlesztett változata ennek. Meg majd kiderül minek. Mage Guild, Tavern, Thieves Guild. Szokásos. Ezzel megneveli a felszerzetek termését. Library, az mondjuk eléggé különleges a bizárdoknál. Ezt tudja, hogy a jelenlegi Mage Guild a plusz egy varázslatot, tehát hogyha egyes szinten van, az három varázslat. Kettes szinten az hat varázslat. Mikor alapból ugye kettes szinten négy lenne. Tehát plusz egy spell mindegyes szintre. Na. Milyen epik azért itt is a zene. Elképesztő. Gyönyörűek a zenék. Nem tudom, egyszerűen a Heroes 3-ban egy olyan zene nem volt, ami azt mondta valahogy fú, de jó lenne, de itt már itt a menü zenéje simán. És sokkal jobb szerintem. Na, hogy milyen hősök vannak? Azt mondja, hogy van Dawn, Flint, Halon, Kalindra, Mendigal, de őt választottam, de inkább mondanám egy nekrónak, egy jó képű
csábos vámpírnak, mint hogy egy bizárnak. Szóval van még Mira, Mirini, Sarakin, Wilfrey, Kampány Only az a Roland, és a Kampány Only az a kiegészítőben van, ott Jarkonos Six, Joseph és Solmir. Szépen kifingották egymást, én a Deet elgyűjtögettem ezt a részt, így teljesen kiformoltam. Jó tanács, érdemes inkább itt foglalkozni a saját területünkkel, mert nagyon támadnak, el vannak foglalva egymással, és itt csak ez az egyetlen egy ilyen útvonal van, ahol át tudnak jönni sehol máshol. És ha eljövünk erre, itt találtunk kénbányát is, meg ami a legfontosabb, egy aranybánya. Azért be kell valljam, a bizárdok, ezek a varázslók is nagyon aranyigényesek. Eléggé létgémesnek mondanám őket is. Szóval azt tanácsom, hogy ezt az aranybányát itt minden marad foglaljuk be. De amúgy nem vészes, de hogyha megnézzük, az Enfélnek Aladár a főhegysége. Hát most, hogyha megnézzük, itt van Aladár, ez szerintem el fogom toposni, mint egy hangyát. Ja. Valószínűleg. Amúgy mit tudnak az egységek? Hát a rock az, azt hiszem, ugye azt tudja, mint a griff, tehát végtermészetemelés, nem olyan biztos benne. A disznó az, hogy gyorsabb, hát ugye én a Frodoékat dobtam ki, mert én nem tartom annyira jónak, elég két ranged egység. Titán az minden elme befolyásoló varázslat ellen immunis, tehát nem lehet ilyet, hogy berserk, ilyesmi. Nagyon jó egység. Steel Golemre nem nagyon hatnak a varázslatok, tehát ugyan, mint a törpére. A varázsló meg milyen hatást tanítja a pozitív varázslatokat, amik így vannak az egysége. Tehát ilyen mágia hatást tanító képessége van. És így néz ki a teljes térkép. Nem olyan vészes ez a pálya, tehát jól fel lehet készülni rá. Vagy neki, hogy egymás basztassák, nem szólni közbe, felkészülni és majd a utolsót kivégezni. Ez a legjobb a free for all pályában. Én legalábbis így szeretek taktikázni. Nos, ugye mint mondtam, hogy ez az egy járat van, és ha erre jövünk, itt hát nem tudom melyik játékos volt, de esetre azt tudjuk, hogy akkor egy undead volt az ellenfél itt, egy barbár, és itt a harmadik város, egy lock. És így néz ki a teljes mage, avagy wizard féle város. Hát ilyen, hát egy kicsit a stronghold, majd hogy a barbárokra emlékeztet inkább ez. Nem látok benne annyira a wizardost. Nem úgy maga a hangulatot, ennek se rossz. Meg szerintem a zenéje is nagyon jó. És ezzel meg is vagyunk. Well done. Our initial move is an unqualified success. Unfortunately, we have no time to celebrate. The remainder of the local nobility is less than pleased with our recent military victory and have organized their defenses against us. It is up to you to put down their rebellion, but I will need the forces you raised in your previous mission to secure that region properly. Once again, I needn't remind you of the seriousness of your mission. We must win in order to secure the taxes necessary to finance the war against Archibald. I am giving you the last of my gold to raise the armies you will need to force their surrender. Örül a győzelemnek, de nincsen idő az ünneplésre. Tovább kell haladnunk és a lázadókat leverni. Szóval egy kemény harc lesz itt. Valószínűleg. Itt már azért összefognak ellenem. Hát az tényleg az első pálya csak olyan csak, hogy így egymás ellen vannak. Nem hiába az a kezdő. És akkor választanom kell, hogy vagy bizárdokkal meg, tehát mágusokkal, akik előző voltam, vagy emberekkel.
a Sorceress meg azok az elfek. Sajnos olyan problémába ütköztem, hogy nem fogom tudni folytatni a Heroes 2-t, mert valami bekresselt, lehet, hogy a fejlesztők bepipultak rá, mert szaraztam a játékokat, lehet, hogy maga GOG, mert hát abban a GOG-os verziót nem tudom használni, nem tudom miért, de fel se tudom telepíteni, az még jobb, hogy legalább fel tudnám telepíteni, akkor tudnék variálni vele, de így, hogy fel se tudom. A másik verzió, amit eddig használtam, az meg egyszerűen nem jó. Azt se tudom már feltelepíteni rendesen. Szóval ez így egy sakmat, sajnos nem tudok mit kezdeni. Ennyi volt, én szerettem azért bemutatni a játékot teljességében, hát örülök annak, hogy legalább Archibald kampányát sikerült, és nem az volt, hogy fel időnél mondták azt, hogy hát bekaphatod, így játsszál a modult játékunkkal. Hát azt hiszem a készítőknek is, akik így ezeket modolták, hogy rohadjanak meg, mert hogy élvezhetetlenné tették, szerintem ez a játékot nem az, hogy élvezhetőbbé, de lehet, hogy ez csak az én véleményem. Mindesetre nagyon szépen megköszönöm, aki végignézte ezt a hát negyed végjátszásomat. Úgyhogy, akinek tetszett a videó, azzal találkozunk majd a következő játékban. Addig is, sziasztok!